Együtt kettő címmel készült el egy 40 perces dokumentumfilm a koronavírus járvány kezeléséről a Pécsi Tudományegyetemen. Az operatív stáb vezetője szerint ahhoz, hogy egy ilyen mértékű válságot kezelni lehessen, és hosszú távú megoldást lehessen találni, egy korábban soha nem látott összefogásra volt szükség. A veszélyhelyzet másfajta gondolkodást igényelt, mondta Betlehem József. 2020 márciusában a fenntartó kérte azt valamennyi felsőoktatási intézménytől is, és hát természetesen különlegesen azon felsőoktatási intézményektől, amelyek egészségügyi ellátó tevékenységet is biztosítanak, hogy alkossa meg azt a fajta saját operatív csapatot, akik képesek lesznek kezelni majd egy ilyen veszélyhelyzetet. Tehát itt igazándiból a veszélyhelyzet kezelésére jött létre ez a stáb, aminek talán lehet azt mondani, hogy kettő nagyon fontos feladata volt. Az egyik az, hogy folyamatosan nyomon kövesse, ha úgy tetszik, akkor percről percre nyomon kövesse azt, hogy egyáltalán az a helyzet, amit akkor koronavírus világjárványnak hirdettek ki, vagy hirdetett ki a WHO nem sokkal később, az milyen napi helyzetet állít akár az egyetem, akár az itt dolgozó, itt tanuló, itt gyógyulást remélő emberek számára. És hát ezzel, ezen információknak a birtokában a másik nagyon fontos feladat az, hogy hozzon meg bizonyos intézkedéseket, döntéseket teljesen természetesen, koherensen a főhatósági döntésekkel együtt, de mégis egyfajta gyorsabb ütemben, mint az egyébként a normál békeidőben menni szokott, vagy kellene, hogy menjen. Én azt gondolom, hogy ezen két tevékenységnek sikerült az elmúlt időszakban bőven eleget tenni. És hogyha személyes tanúságokról kell beszélni, akkor én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb tanúság az, hogy az ismeretlennel való szembenézés során nagyon sok pozitív emberi érték, emberi attitűd került a felszínre. A konklúzió az, hogy egyedül nem megy egy ilyen helyzeten, csak akkor tudunk úrrá lenni, hogyha összefogunk, mondta Csontos Csaba, a koronavírus ellátóközpont vezetője. Gyakorlatilag a megyei kórházat át kellett építeni, létre kellett hozni azokat a zónákat, zsiriprendszereket és egyebeket, amik mellett biztonsággal lehetett dolgozni, és itt óriási segítséget kaptunk Berkes György igazgató úr és csapatától, akik tényleg egy nappal lá és hétvégét is munkanappát éve húzták a falakat, tekerték az ajtókilincseket és mindent, hogy valamilyen szinten ez zsilipként működjenek. Egy teljesen új, átalakított, átépített épületbe le kellett írni azt, hogy egyszerűen a szemetet merre lehet kivinni úgy, hogy ne sértsünk zónákat. Tehát ez így első pillanatra egyszerűnek tűnik, hogy ki kell vinni a kórteremből a szemetet, ez ugye a mindennapi életben nem okoz problémát. Egy ilyen zónabeosztású rendszer esetében már nem ennyire egyszerű, és természetesen nem csak erről, hanem mindenre ki kellett dolgozni egy eljárás rendet, és már csak az is le kellett mindent írni, amit majd később rátérek a személyzetre, senki sem dolgozott korábban ebbe a koronavírus ellátó központba, tehát az ott tapasztalt kollégák tapasztalatára nem lehetett számolni. A legnagyobb nehézséget viszont azt hiszem, hogy pontosan a személyzetnek a biztosítása képezte. Viszonylag kevésbé volt gond az orvosoknak a bedelegálása, de itt is be kellett delegálnunk orvosokat nem belgyógyászati vonalról is, amitől én kezdetben egy picit megmondom őszintén, hogy féltem. Aztán ebből valamifajta nagyon-nagyon pozitív együttműködés jött létre, tehát gyakorlatilag a házon belüli konzilárőcsi rendszer kialakult. Nyilvánvaló, hogy a nővéreket is csak más osztályokról tudtuk biztosítani, hiszen a KEK-nek saját nővérgárdája nem volt. Ez azonban csak úgy volt megvalósítható, hogyha azok a klinikák, ahonnan a nővéreket elhívtuk, behívtuk, összehúzták magukat, és egy csökkentett létszám mellett is próbálták a betegellátást végezni. A Nemzeti Virológiai Laboratórium vezetője Jakab Ferenc a kutatók munkájáról beszélt. Három etapra tudnám osztani. Ugye az első az, amikor az első időben a diagnosztikát, hogy mondtam, csináltuk és próbáltunk a klinikus kollégáknak a segítségére lenni. Ez azért volt egy embert próbáló időszak, mert tulajdonképpen az én munkatársaim, ugye a biológus PhD hallgatók, nem a diagnosztikára szakosodtak, ők ilyen jellegű rutin, nagy mennyiségű mintafeldolgozási tevékenységet nem végeztek, ennek ellenére hihetetlen helytálltak. Saját programot fejlesztettek, a laborrendet kiépítették, és a mintafogadástól a mintautakon át közösen megterveztük a klinikusokkal együtt.
Aztán a második etapban elkezdtük a kutatásokat. Talán ez volt a legembert próbálóbb időszak. Éjszaka kellett végezzünk a kutatást. Nem nagyon maradt máskor időnk, mint akkor bemenni a laborba és szkafandert húzni, hiszen akármi is nézzük abban az időszakban, hogy nyéges kórokozóként kellett kezelni ezt a vírust, hiszen semmiféle terápia és vakcina akkor még nem állt rendelkezésre. Tehát szkafandert húzunk és bemenni a laborba és elkezdeni azokat a vizsgálatokat, ami a terápia, az antivirálszerek tesztelésétől az alapkutatáson át, akár a vírus genetikai állományának megismerésével vezetett, és ezzel tulajdonképpen a járványi intézkedéseknek a támogatásával. És a harmadik időszak, vagy harmadik etap az volt, amikor a diagnosztikát át tudtuk adni. Ez nagyon nagy terhet vett le a vállunkról, hiszen 100%-ban a kutatásra tudtunk fókuszálni, ami azóta is tart.